Valószínűleg nem sok szakmabéli veszne össze azon a kijelentésen, hogy a Fine Audio talán az egyik legsikeresebb új keletű márka. Nyilván ez egy csalóka kijelentés, mert hogy igen, a név az új, vagy a formáció új és a termékpaletta, viszont a dolgozók, fejlesztők és a tudás mögötte azért egészen réginek mondható, vagy klasszikusnak. Az egyik híres neves gyártó, ugye a Tannoynak az ex-fejlesztő csapata az, aki megalapította a Fine Audio-t, és létrehozták azokat a termékeket, amiket ott egyébként dolgoztak, nyilván ezt továbbfejlesztették, és ezért is látni bizonyos kapcsolatokat a kettő gyártó kínálata között. Fine Audio, én azt gondolom, hogy főként az F500-as szériának köszönheti azt a sikert, amit befutott a nagyon rövid pár év alatt, ami szerintem példaértékű jelen pillanatban. Az F300-as ugye az abszolút büdzsé kategória, én nem gondolom, hogy az volt a húzóerő náluk, hanem inkább az F500-as, ami olyan árértékarányt kínált, és még abban az árfekvésben, ami az abszolút kezdőknek is még így elérhető, pláne az állványos F500-as, ami ilyen 250 környékén mozog. Viszont ugye egy gond van a kínálatban, vagy volt eddig is, az F700 ugye a nagyobbik sorozat, az jóval drágább. Tehát a kettő között egy hatalmas űr tátongott mindez idáig. Ezzel már elkezdtek dolgozni, meg teljesen biztos vagyok benne, hogy egyre több termék az befogja ezt az 1-2 millió forint közötti árfekvést tömni. Viszont jelenleg kettő ilyen lehetőségünk van, ami szerintem nagyon izgalmas, és úgy adta meg a gyártó, hogy az F500-as dobozába belepakolta, belehangolta az F700-as technológiákat, megoldásokat és komponenseket, így kaptunk egy F500-ra hajazó, de F700 tudású terméket, viszont jóval olcsóbban, mint ami az F700 álló példányoknál látható. Ezt a tuningolt F500-as sorozatot hívja úgy a gyártó, hogy SP, vagy változat, mert szerintem mégis sorozatnak nem mondható, inkább változatoknak. Az F502-es volt az első ilyen példány, és most az F501 SP az, ami napvilágot látott. Nagyjából egy hónapja írtam erről egy hírt, amit kaptam annó, hogy bejelentették. Hát a termék a bejelentést követően pár héttel már meg is érkezett, és itt van már nálam tesztelésen. A komponenseken kívül a Fine Audio F501 SP és egyébként az F502 SP-ben is az a különleges, hogy ezeket már ott helyben, Angliában gyártják teljes körűen, tehát ott készülnek a komponensek és ott szerelik őket össze, onnan kerül szállításra az adott országba, ahol egy ilyet rendelnek. Maga a kialakítás és elrendezés, anyaghasználat, formák és technológiák szerintem ismerősek lehetnek az F500-as szériából, mert hogy ugyanazon alapvető koncepciókat ugye felhasználták az F700-asnál is, ami a felül látható 150 mm-es Isoflare kompozit mély közép hangszórót jelenti, aminek a közepébe van beültetve és tökéletesen elcsatolva egy 25 mm-es kompressziós magnézium magas sugárzó. Ez alatt található a dedikált mély hangszóró, amely 150 mm-es ugyancsak, és egy fine flute peremmel van ellátva, ahogy egyébként a fölötte lévő mély közép is. Hangfaldoboz megmaradt alsó reflex és az úgynevezett bass trax, nehéz név, kialakítása, ami azt jelenti, hogy a bass reflex csőből ugye távoznak az adott hullámok, és egy kúp fogadja azt, amely 360 fokba tökéletesen és egyenletesen szétteríti a szobában. Ennek vannak jellegzetes karakterisztikája és hangjai, vagy hangja, amit egyébként az F500-asnál is nagyon érezni, az F501-nél és ennél az SP-nél is. A főirány az itt is egyébként nagyon hasonló, ahogy a magas sugárzónál, ami annak ellenére, hogy itt már magnézium, ott pedig ugye titánt kapunk, más, mert finomabb, tehát érzed, hogy egy kicsivel többet kapsz, de maga a tónus, vagy a kis lecsengés a dolgoknak az egészen hasonló. Teljes mértékben érezni, hogy ugyanazon gyártónak a termékről van szó, csak egy kicsit szélesebb és finomabb módon. Legalábbis a magas sugárzó finomabbnak nevezhető, a mély az nagyon nem finomkodik. Ha már az alsó reflexes kialakításnál tartottunk, akkor érdemes megemlíteni, hogy a komplett talp és alátámasztás az ki lett cserélve. Ugye a korábbinál MDF és műanyag kombó volt, legalábbis a műanyag az csak a dizájnerebb volt, meg szerintem egyébként maga a kúp része is. Itt teljes mértékben egy rétegelt szendvics alumínium kialakítást kapunk. Brutál masszív, nagyon jól meg van csinálva, egyébként jó ránézni, és egy kicsit ilyen űrhajó érzetem van tőle. És szerencsére rá van szerelve ez gyárilag, úgyhogy nem kell sokat bénázni vele, úgyhogy nem tudjuk nagyon összekarostolni a hangfalat. Egyetlen egy alkatrészt kell csak a helyre csavarni, az pedig maga a tüske. Először egyébként mérges voltam, hogy milyen átgondolatlan van ez kialakítva, hogy ha becsavarod a tüskéket, akkor a helyére rakod, és mondjuk nem teljes mértékben
viszintben van a padlód, akkor imbolyog a hangfal. Na most, hogy ezt te viszintbe állítsad, így alul kell egy kicsit ugye tekergetni a tüskéket. És nem érthetem, hogy hát ezt hogy tudnék már egy 21 kilós hangfal alatt így tekergetni millimétereket egy tüskével, nem is jött össze. Addig, ameddig ki nem csomagoltam a másik doboznak a kis alkatrészes dobozát, ahol megtaláltam egy tartozék Imbus kulcsot, szép kis dizájnos márkajelölt Fine Audios, amivel fölülről be lehet nyúlni, és a tüskének a hátulján lévő Imbus ajzattal finom hangolni lehet a teljes viszintet. Na most ez egy kicsi kis figyelmesség, ami nyilván gondolom sok más gyártónál is megvan, de nekem egy jó élmény volt, hogy ilyen kis patentú meg lehetett mindent csinálni, meg az Imbus kulcs tök jól néz ki alapvetően. Színek tekintetében ugye eredetileg volt ilyen furnéros opciónk, ami sötét tölgy meg feketét jelentett, itt ilyenünk már nincsen az SP változatoknál, csak lakfekete, lakfehér, és a feláras diófurnér lakkozott opció, ami nálam is van. Most én nem gondoltam volna egyrészt, hogy nekem pont ezt fogják elküldeni, másrészt meg, hogy nekem ez élőben tetszik. Mert fotókon egyáltalán nem jön át, hogy ez milyen. Viszont élőben van egy ilyen csokis árnyalata. Amikor reggel besüt a nap, akkor teljes mértékben ilyen kis vöröses, barnás, diós árnyalata van, de csak azokon a pontokon, ahol rásüt a nap. Amikor este van, most például ránézek, akkor majdhogy nem koromfeketének látszik. Szóval a napszak függvényében változik az árnyalata, ami egy szép játékosság szerintem, hogy a bútor elem, ugye mert ez is egy bútor a lakásban, nyilván szentségtörés egyeseknek, de akkor is az, legalábbis az asszonyfaktor szempontjából mindenképpen. És egyébként, amikor besüt a nap az ablakon és rásüt valamely pontjára a lábnak, akkor ilyen kis fénycsíkokat vet a falra. Na, ilyet még biztos nem hallott a hangfal tesztben, ez is egy szempont. Fénycsík. Első blikre, amikor bekötöttem a Fine Audio-t, akkor kapásból egyébként éreztem azt a Fine Audio karaktert. Tehát az kijelenthető, hogy teljes mértékben hűek saját magukhoz, hozzák az F500-as szériának a karakterét. Most ez inkább a sziluett szempontjából érdekes, mert azon belül, hogyha megnézik, hogy mi történik különböző tartományokban, akkor egyetemen komolyabb ez az F501 SP, mint amit a régebbi, vagy a bocsánat, alapmodell F501-esnél hallottam. Kezdeném először a mélyekkel, mert azt gondolom, hogy a mély az, ami egy erős pontja ennek a hangfalnak, ez ami behatárolja, hogy ki az, akinek ez jó lesz, és ki az, akinek lehet, hogy nem lesz jó, mert mondjuk a szobaméret olyan vagy olyan zenéket hallgat, egészen nagy mély mennyiséget kapsz egy szokatlanul öblös stílusban. Ez az alsó reflexes kialakítás ezzel a kúppal egy olyan egyedi leképzést eredményez, amit szerintem se zárt, se front, se hátsó reflexes hangfalak nem képesek így reprodukálni. Azoknak is megvan az előnye ezzel szemben, tehát másképp szólnak, meg talán peckesebbek is tudnak lenni. Viszont amikor egy ilyen jellegű kialakítást használsz valamely terméknél, egyébként ehhez hasonlót más gyártóknál is láttunk már, ugye, tehát ez nem teljes mértékben újszerű. A lényeg viszont, hogy ennél a hangfalnál értettem meg, hogy mire is gondolhatnak a szakmatársak, amikor azt mondják, hogy pincemély. Mert szó szerint jóval mélyebbről szól, mint amit egyébként logikusnak éreznél. Vannak azok az alsó frekvencia tartományok, ami konkrétan a padló alól érződik, mint hogyha onnan pulzálna. És innen a padló alól így rétegelve lépked felfele a mély hang, és hogyha egy lábdob van, akkor annak nem csak egy ilyen középről koncentrált formája van, hanem egészen magas módon jelenik meg. Tehát hallod az alsó részlegét konkrétan a padló alól, majd a teljes középtartományát annak a mély hangnak, és a peckesebb, gyorsabb érzetet reprezentáló részlege pedig nagyjából fejmagasságban szól. Szóval van egy olyan térleképzése még a mély hangnak is, ami nyilván valamilyen akusztikai csapda vagy kis trükközés. De a különböző herceket különböző pontokról érzékeled, ami mindenképpen egy egyedi élmény. Én ezt az F501-esnél nem hallottam. Én szerintem az erre a reprodukcióra nem képes. Úgyhogy itt egy hatalmas különbség van a kettő modell között. Mind a mellett, hogy egyébként stílusban, habitusban hasonló irányban maradunk, viszont a mennyiség az, hogy milyen szélesen prezentálja, meg mennyire mélyre lemegy ez a hangfal, az nagyon más. A hangfalteszteknél általában kettő véglet közé szoktam behatárolni, hogy milyen stílusú mélyeket produkál az adott termék. Az egyik irány a szuper gyors, feszes és majdhogy nem már kemény mély, amit én személy szerint egyébként imádok. Viszont bizonyos zenéknél lehet, hogy hiányérzeted van, mert hogy maga az öblösség érzet ilyen esetben nincsen meg. A másik véglet az, amikor brutál öblös, van valami folyás benne, de nem kifejezetten gyors.
mert amikor valami nagyon gyors, szuper gyors, akkor az öblösség már magától értetődően nem jelenik meg. Na most ez a termék, én azt gondolom, hogy valahol a kettő között van, de inkább az öblösség felé húz el. Szóval a sebességre közepes, nem szuper gyorsan mély. Van egy relatív gyors lecsengése a mélyhangoknak, de ez a szintű adagolás, amit itt kapunk az ilyen alsó reflexes terelésnél, nyilván van egy természetes útja azoknak a hullámoknak, amiket ugye végig hallasz. Hogyha hátsó reflexes vagy első reflexes, esetleg zárdobozt hallgatunk, akkor ott ez az út vagy ez a lecsengés így megtörténik. Itt nem. És ettől lesz olyan grandiózus és hatalmas érzeted a mélyhangoknál. Nem sok terméknél mondtam, vagy talán még soha nem mondtam olyat, hogy ez még rap zenékre is, vagy hip-hopra is jó. Ugye azon zenéknél történik az, hogy olyan masszív és erőteljes ilyen úgynevezett 808 jellegű mélyhangok, meg lábdobok, vagy kickek vannak a zenékben, amiket szub nélkül, vagy még akár szubbal is egészen nehezen lehet olyan dögösen megszólaltatni, mint egy egyszerű Bluetooth hangszórón, amely ugye az ilyen zenékre van hangolva. Viszont a hi-fi eszközök erre többségében, teljes mértékben alkalmatlanok egy bizonyos árfekvés alatt. Jó hírem, hogy még halk hangerő mellett is ennek olyan stabil és szép erőteljes mélye van, hogy ilyen jellegű zenékre is nyugodtan lehet használni. Én azt gondolom, hogy magától értetődően ezt inkább nagyobb terekbe érdemes, talán ilyen 25 négyzetmétertől felfele, vagy 25 négyzetméter környékén okés, viszont az is legyen egy befolyásoló tényező, hogy milyen hangerő mellett hallgat zenét, és milyen stílust. Mert hogyha te mélyerő zenéket hallgatsz, és kis szobába akarod ezt a hangfalat, és hangosan hallgatod, akkor egyszerűen csak sok lesz szerint a mély, el fog nyomni több mindent a középtartományban, nem feltétlenül lesz jó. Oda egy kisebb hangfalat érdemes nézni, vagy az F501-eset, amely nem ennyire brutális szerintem mélyben, vagy nincs ekkora jellegű ereje így az alsó frekvenciák tekintetében. A másik előnye ennek a képességnek, hogyha mondjuk 20-25 négyzetméterben egy ilyeneket szimpatikus, és te mindenképpen ezt szeretnéd, de közben egyébként csak halkan hallgat zenét, és mindegy milyen stílus lehet az egyébként mély erős is, vagy bármely hangszeres, ami lightosabban szól, oda azért fog működni, mert ugye említett módon halkhangerőn is megkapod ezt a simogató, délelgető, szépen pózáló mély hangot. Ami nem lesz erőszakos, nem lesz sok. Viszont ha ugyanebben a környezetben megtekered, akkor ilyen fél hangerő, háromnegyed hangerő között azért már kemény, durva mélyeket fogsz kapni, ami simán lehet, hogy neked már ott nem lesz minden esetben annyira jó. Középtartomány az, amit a legkevésbé tudok valamilyen irányba így elhúzni, hogy akkor most ez ilyen karakter, olyan karakter. Egészen semleges és ilyen neutrális módon szólal meg minden, ami így a közép nagy szekcióban található. Nem kap egy kiemelést, nem egy kifejezetten élénk vagy túl színes és közvetlen hang. Úgyhogy azt gondolom, hogy itt hozza a gyártó a legsemlegesebb érzést. Távolságban valahol a kettő hangfal közül indul minden. Hogyha agresszívan van keverve az adott szám, akkor egy picit nyilván kilép, de még akkor sem ilyen nagyon bele arcba vagy fülbe mászós módon. Szóval van egy ilyen természetes tonalitása a dolognak, ami szerintem egy csomó angol terméknél jellegzetesség. Akusztikus gitár, minden ilyen húros, pengős dolog, az kifejezetten jól áll neki. Ad egy nagyon komoly testet neki, tehát van egy ilyen masszív érzeted végül hallgatásoknál, úgyhogy nem egy ilyen vékony és szállós hang szerintem, hanem inkább azt a testet próbálja mindig megszólaltatni. Gitároknál is Finknek a bármely zenét, az élő zenét meghallgatod. Az, amikor ugye gitározik, majd így rácsap a gitárnak a testére, tehát annak egy ilyen hatalmas, ilyen öblös mély hangja van, olyan, mint hogyha hozzád vágnának egy medicinlablet így a mellkasodhoz. Tehát egy ilyen erő végig benne van, ami itt egyébként a középtartomány magával húz. Tehát amikor egy ilyen gitárszólót hallgatsz, akkor a mély gitárpengetéseknél is van egy ilyen szép testes tónus érzete a dolognak. Pont pár héttel ezelőtt a sima F500-ost azt bekötöttem itthon, és egy olyan tesztzenét raktam bele, amit régen még nem ismertem, és ezzel szoktam mostanában mindent próbálgatni, ide fogom rakni a képét, hogy meg tudjátok nézni. Na, ebben van egy rész, ahol, vagy rendszeresen visszajön időszerűen, egy sor ilyen cinhang. De most ennek mind mélységben, távolságban, magasságban van egy játékossága, így keverés szempontjából. És a sima, vagy a régi F500-as szériának a titán sugárzója az ezt a cínhangot valamiért egészen így besülyeztve jeleníti meg. Tehát egyesek ugye azt mondták, hogy egészen kis hűvös vagy fémes érzete van az F500-asnak, ami nagyon enyhe, de ha figyelsz és máshoz összehasonlítod, pláne egy Cheyenne dombhoz, akkor érted, hogy miről van szó.
És egyébként pont ez a tulajdonság engem nagyon megfogott régen, és ezért is vettem magamnak, mert nagyon tetszett ez az irány. Viszont az van, hogy bizonyos ilyen címhangokat ugye nem egészen emel ki, vagy nem tesz ilyen borzasztóan tisztává. Tehát nem az a fókusz a zenében. És ez egy nagy különbség szerintem itt a 700-as szériából átemelt magnézium opciónak, hogy ezeket a kis cím dolgokat, vagy minden ilyen NES dolgot sokkal jobban elkülönít a térből. Tehát míg az F500-asnál van egy természetes kis sötétsége, vagy ilyen árnyaltsága, vagy hangulatvilágítása a térnek, addig itt hasonló, de a gyertyafény, ami előtted van, ez egy kicsivel erősebb. Tehát ezeket a pici, finoman megjelenő, sötétségből előlépő hangokat jóval tisztábban hallod. Sebességre azt gondolom, hogy egészen gyors hangot kapunk, de nem egy ilyen ultra éles vagy harsány hang ilyen szempontból sem. És még egy tapasztalatom volt ezen szekcióban, ami az ilyen sziszegő felhangok és sistergő hangoknak a tartománya. Ezek nem kapnak sok figyelmet, tehát erre nem helyez rakás fényt így a térben előtted, úgyhogy ha egy olyan zenét hallgatsz, amiben van egy alapzaj, vagy bármilyen ének, amilyen hangok megjelennek benne, és az énekes az így beszél valamiért, vagy énekel, akkor ezek nem egy ilyen borzasztó erősen lépnek ki, és így a füledbe zavarja az agyadat, hanem egy kicsivel lájtosabb. Ott van minden hallott, de egy ilyen könnyedebb érzéssel. Ha egyszerűen kéne leírni az F500-as széria, vagy az SP széria közti különbséget, akkor én azt mondanám, hogy ugyanaz az élmény, csak jóval szélesebben, jóval tágasabban, és egyszerűen csak több információt hallasz abban az adott zenében. Ha világ sajtot nézem, és a teszteket, amiket még az F502 SP kapott meg diakat, akkor én azt gondolom, hogy valami hasonló sors vár erre az SP szériára is. Ugye ez annyira friss, hogy erről még sok teszt nincsen, úgyhogy nyilván meg kell várni, hogy a világ merre fele húzza ezt a terméket. Nekem van egy tippem, hogy ez hasonló végeredményben fog kilukadni. Hogyha neked szimpatikus az említettek alapján ez a hang, akkor szerintem érdemes neki egy hallgatást adni. Ez nyilván nem az online rendelgetős kategória, így saját erősítő és ehhez hasonló dolgokat nyilván érdemes odavinni és úgy meghallgatni. Ha pedig sokkal lazább vagy ennél, akkor nyilván lehet online is rendelni. És van egy kuponkódom is az Audio Centrumhoz, amit fel tudsz használni, ha bármit szeretnél. Nem csak erre, hanem bármire alapvetően, ami ott a kínálatban megtalálható, a Klub Gedeon, tehát nagy K-val, nagy G-vel, de a leírásban megtalálod, és önállóan pedig fel tudod használni. Itt pedig teljes mértékben alumínium szendvics kialakítás tetőtől talpig, vagyis talptól talpig, széltől szélig, meg így is.